Az ember számára fontos, hogy hely történetét, akár családjának a történetét ismerje. A honismeret pontosan erre kínál megoldást. Tolna megyében a honismereti tevékenység végzésének nagy hagyománya van, hiszen a megyében működik az Egyed Antal Honismereti Egyesület, ami már lassan 30 éve tevékenyen végzi a munkáját. Bonyhádon a 20. honismereti találkozó szervezte meg a Gesztesi Enikő vezette egyesület, ahol többek között a tagok éves munkájáról és a kiosztott díjakról is szó esett. Találkozó az egyik legfontosabb összejövetelünk, tulajdonképpen háromszor gyűlik össze az egyesület. Ezt a megyei találkozót valamelyik helységében tartjuk Tolna megyének, és most kaptunk egy felajánlást, hogy Bonyhádon tartsuk, és hát nagy szeretettel jöttünk ide. Polgármester asszony és közössége anyagilag és mindenféle szempontból támogat minket. Ezen kívül szeretném kiemelni Aradi András Esperes urat, aki felajánlotta a gyülekezeti termét, és hát itt azt hiszem, hogy nagyon méltó megünneplése lehet ennek a megyei találkozónak. A találkozón mindig egy témát járunk körül. Most a bonyhádi új kutatásokat, a források vizsgálatát és a legújabb könyveket fogjuk bemutatni, és ezen kívül a megyei találkozókon adjuk át az országos és a megyei kitüntetéseket. Jó magam emlékérmet kaptam a nyáron Budapesten, én ezt már átvettem, helyesebben az akadémián. Az egyesület elnöke azt is kiemelte, hogy az idei évben különösen büszke lehet a honismereti egyesület szakértőjére, hiszen munkájának köszönhetően emléklapokat osztottak ki a tagok között. 6 emléklaposunk van még az egyesületben, illetve a megyei kitüntetés, az úgynevezett Egyed Antal díj, egy közösség kapja meg, a Sárszentlőrinci közösség, illetve Horváth Endréni, aki az egyesületnek a titkára volt hosszú ideig. A rendezvényünk végén megnézzük a fontosabb nevezetességeket, Egyed Antalnak a kis tábláját is meg fogjuk koszorúzni, ha már itt járunk Bonyhádon, illetve egy közös ebéddel fogjuk zárni a rendezvényt. A Szekszárdi Egyesület találkozóján most már évek óta részt vesz a Vas megyei honismereti egyesület is, akik jó kapcsolatot ápolnak a Tolna megyei honismereti csapatokkal. Az egyesületük elnöke Zsámboki Árpád szerint fontos, hogy ezek az egyesületek segítsék egymás munkáját, azonban a tolnaiak és a Vas megyeiek között mélyebb kapcsolat alakult ki. A Vas megyei honismereti egyesület működését tekintve körülbelül olyan tradícióval rendelkezik, mint a Tolna megyei egyesület. Évek óta jó kapcsolatban vagyunk, tartalmi szakmai kapcsolatban és személyes kapcsolatban is a két egyesület között, és azért ki kell emelnem ebben a riportban, hogy vannak közös összekötő szálak is a két terület között, bár nagyon messze esik egymástól. Hát itt Tolna megyében is nagyon tisztelt Béri Balog Ádám, ott született Vas megyében. Ezen kívül a szekszárdi Auguszt családnak is voltak Vas megyei vonatkozásai. Tehát ezek a történelmi előzmények, de tulajdonképpen a jelenkor történései, a közös szándék és a sok-sok közös program hozott tulajdonképpen engemet is ide, mint a honismereti szövetség alelnökét és a Vas megyei egyesület elnökét. Egymástól sok mindenben tanulunk. Akadémiánknak rendszeres résztvevője a Tolna megyei kollégák, és mi is eljövünk, amikor ilyen nagy események vannak. Tehát a kölcsönös figyelem, tájékozódás, egymás munkájának segítése, és hát az országos elnökségben is együtt dolgozunk, mint megyei elnökök, úgyhogy ezen túlmenően a sok-sok személyes kapcsolat, amit kialakult az elmúlt évtizedekben egymás között, az engem ide visszahoz ebbe a szép vidékre és kellemes borvidékre. A honismereti egyesület megyei találkozóján ugyan Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere nem tudott részt venni, a város alpolgármestere kiemelte köszöntőjében, Bonyhád örömmel adott otthont a 20. megyei találkozónak, különösen azért, mert a város is gazdag történelemmel rendelkezik, amit kutathatnak a történészek.